30. fejezet. Szememből könyvpatak csorog. Mohabet volt a török gályának a neve, mely Györgyöt Pelargussal együtt fölvette. Két árbócos török hadihajó, 12 ágyúval és 120 tengerész katonával ellátva. Árnót lovakat szállított Törökországból Messinába, a császári lovasság számára, egyenesen a kormány megbízásából. Ez azonban nem akadályozá a hajós kapitányt, hogy mellékesen a saját erszénye kedvéért is egy kis üzletet csináljon. Ballasztnak jeget vett föl, azzal rakta meg a hajó fenekét. Arról is volt valami sejtelme, hogy ez a két utazó, aki busás vitelbért fizetett előre, valami politikai menekült féle. Az egyik barátcsuhában ez törökül is beszél. A török politikának a hegedűje mind a két oldalon fel volt húrozva. A vitorlákon kívül még más mozd erőt is hordott magával a gája, ami tengeri ütközeteknél, más hajók üldözésénél nélkülözhetetlen evezőket. 26 evezőlapát volt a két oldalán, s azokat 72 férfi húzta. Három sorpad volt a számukra egymás fölötti sorokban alkalmazva. Gája rabok voltak. Az egyik lábuk oda volt békózva hosszú lánccal a gályapadhoz. Azon ültek, azon háltak, arról el nem távozhattak messzebbre, mint amennyire a lánc bocsájtotta. Igen, kegyelmes lánc volt, 5 lépésnyire is mehettek miatta. A kiindulásnál nem volt szükség az evezőkre, anélkül is elég erősen hajtotta a szél a vitorláknál fogva a hajót, s a pilóta útmutatása mellett erősen ügyelni kellett, hogy a gája neki ne menjen azoknak a tenger alatti koloncoknak, amiket Polifémosz haigált Ulisszesz hajói után. György naphosszat ott ült a hajó farában, szótlanul, az elhagyott szigetre bámulva, melynek városokkal megrakott partjai egyre messzebb tűntek el szem elől. Alkonyatra nem látszott már belőle egyéb, mint az Etna. Naplement után a narancssárga égen, mint egy fekete felhő, mely gyökeret vert a tengerbe, úgy látszott a füstje a láthatáron. Csak ez a füst emlékeztette még Ióra. Ez volt egyetlen és igazi szerelme. Csodálatos teremtés, aki feláldozza mindenét a szerelemért, és aztán feláldozza szerelmét a hazájáért. Azért a hazájáért, amely tűzesővel, kőzáporral, láva folyóval veri őt ki utolsó menhelyéből. Te rettenetes bálvány, te haza! Mire az éj leszállt, már akkor a láthatáron csak egy gyönge tűzpír jelezte, hogy hol van az ő elvesztett paradicsoma. Pelargus gyökeres orvoslás alá vett az ifjú kedélyét. Mit szerelem? Az még ebben a korban csak játéknak való. Előfogta és tartott neki nagy előadásokat hazája történetéből, hogy harcoltak, mennyit szenvedtek a magyarok hazájuk szabadságáért. Györgynek erős felfogása volt, hogy megértse, mit jelent az. Egy ország, amelyet őseink elfoglaltak, abból rendes államot alkottak, aminek törvényei vannak, amelyen egy nemzet él, mely a saját nyelvén beszél, ír, prédikál, tanít. Ahol az, aki derék tettekkel kitünteti magát, nemes emberré lesz, és ennek a nemes embernek beleszólása van abba, amit az ország nagyok tesznek, fel egész a király. És akin törvényellenes igazságtalanságot elkövetni nincs megengedve a hatalmasoknak, mert fölöttük áll egy még hatalmasabb, az egész nemzet. És ez a szabadság. György egészen fölmelegedett a szabadságért. Megértette, hogy azért, hogy egy egész nemzet szabadsága meg legyen tartva, olyan kiváló alakoknak, akiket az a nemzet vezérül megválaszt, a veszedelmekkel, sőt magával a halállal is szembe menni dicsőséges feladat. Csak meg kell gyújtani a lángot. Égett az aztán magától is. Volt olaja elég abban a szívben. Azonban egyszer csak megállt a szél, a vitorlák lelohadtak, a hajó nem ment előre. Aljós kapitány jelt adott éles sípszóval.
Arra az őrök felrugdalták fektükből a gályarabokat, s megkezdődött az evezés. György először látott ilyet. Azon a kereskedő hajón, amelyhez ő idejött, nem voltak evezősök. Nehéz munka. A harmadfél öles evező lapátot három ember emeli, akik három egymás fölé emelt karzatra vannak felosztva. Egyszerre kell mind a két oldalon a 26 lapátnak felemelkedni, és lecsapni a vízbe. Mikor felemelik a lapátot, akkor az evezősök mind fölugranak a helyeikből, s előre toppannak, akkor aztán lemerítik az evezőt lapjával élesen a hullámba, s hirtelen hanyat vetik magukat az evezőpadra. Az emberek nagyot nyögnek, a feszített evező megrántja a karjaikat kegyetlenül, s a visszahulló lánc nagyot csördül. Ahány evező csapás, annyi nyögés, annyi lánc csörgés kórusban. És ez így megy szakadatlanul, amíg újra bele nem kap a szél a vitorlákba. Hátuk mögött jár a porokoláb, aki ügyel rájuk, hogy mindenki jól megmarkolja az evezőt, s az izmai feszüljenek. Aki nem jól húz, annak a hátát elérje a hosszú rinocérosz bőrkorbács. És az izmok munkáját jól lehet ellenőrizni, mert ing nincs rajtuk, az egész felső testük meztelen, övön alul is csak rongy az öltözetük. Hozzá vannak már edzve a tengeri légtől, hanem aztán táplálékot eleget kapnak. A gályarab munkájához erő kell, s a gályarab gazdájának ügyelni kell rá, hogy igás marhája el ne csenevészen. Minden nap háromszor kapnak húst rizskásával, hát mi panaszuk lehet? Nincs is, de nem szabad lenni. A gályaraboknak megvan tiltva az egymás közötti beszéd. Aki megszólal, azt ütik. Rab dolga a hallgatás. Hanem azt nem lehet tőlük megtagadni, hogy néha-néha, amikor pihenő óra van, ne daloljanak. Az éneklés szabad, sőt, azt meg kell engedni a gályarabnak azért, hogy a tüdeje táguljon. Vannak közöttük görögök, örmények, olaszok, franciák, minden csoport a maga nótáját énekli. György hallgatja ezeket a dalokat a födélzetről. Egy este valami különösen mély a búsdalra gyújtottak rá az evezősök, amiben fájdalom, vágy van kifejezve, hogy Györgynek a szemébe szökött a könyv, mikor azt meghallá. Elszégyellette magát Pelargus előtt ezért a gyöngeségért, és letörle a könnyet a szeméből. Hanem akkor aztán azt látta, hogy Pelargus barázdás arcának a mély redőin is végigcsorog az a csodálatos víz, aminek a kútforrása a szívben van. Ez egy magyar dal, mondá Pelargus szomorúan. Hát a rabszolgák közt magyarok is vannak, kérdé elbámulva György. Hogy kerültek azok a török gályára? Hát mind hadifoglyok. Én azt hittem, hogy ezek mind gonosztevők, akik gyilkosságért lettek gályarabságra ítélve. Értette azt, hogy mit danolnak? Régi magyar dal, mindenki ismeri. Az evező sorból ez a dal hangzott fel kórusban. Szememből gyöngy patak csorog, emlékedre édes hazám. Bár tatár rabszíjat fűz rám, szívem csak érted dobog. Aztán még komorabban folytatja. Bár még egyszer láthatnám kéklő bércet, kedves hazám. Vígan hunynám le szememet, majd, ha egy hant eltemet. Taníts meg engemet erre a dalra, mondá György Pelargusnak. De akkor értened kellene a szöveget, és te nem tudsz magyarul. Megtanulhatok tőled, amíg a tengeri út tart. Ha Szicíliáig jöttömben megtanulhattam írni Pétertől, innen Rudostóig csak megtanulhatok te tőled magyarul. Az sem lesz nehezebb, mint az írás. Pelargus aztán elmondta neki németül a kardal értelmét. Akkor meg éppen el volt tőle György ragadtatva. Most már kötelezte Pelargust, hogy Grammatice szedje szét előtte a mondatokat egyes szavanként. Pelargus hozzáfogott. Szememből, aus meinen augen. Micsoda? Ott egy szó, itt meg három. Igen, szem, auge.
A magyar az emberi tagoknál sohasem használja a többes számot, tehát augen szemem. Meine augen szememből, aus meinen augen. Csodálatos egy nyelv. Hát még mikor a láthatnám analízisére került a sor. Lát egyenlő zít. Láthat kánzénen, láthatnék, ich könnte sehen. Láthatnám, ich könnte es sehen. És erre ugyan vigyázni kell, mert ha azt mondod a magyarnak, hogy egy szót sem tudsz magyarul, akkor szívesen lát, megtraktás, azt mondja, igyál, brúder! De ha magyarul szólalsz meg, s a határozott módot a határozatlannal összezavarod, akkor nem kocint veled többet. Akkor ez még nehezebb, mint írni, megtanulni. De legalább azt az egy nótát megtanulom, hogy az apám rám ismerjen róla. És betanult ezt a szomorú dalt, amit a gályarabok énekeltek. És azután megtette azt, hogy amikor a gályarabok odalent az evező padokon azt a hazai dalt énekelték, ő a gálya korlátján keresztül hajolva beleénekelt az ő kórusukba, amiért azok nevető arccal tekintettek fel hozzá. A gályarabok nevetnek is, és aztán a sipkájukat tarták fel hozzá. Hát természetes az észjárás. Ha rokon szenvezel velünk, ne csak dal szóval mutasd ki, hanem dobj egy kis alamisnát. György odahajított nekik néhány piasztert. Mit csinálnak a gályarabok a pénzzel? Hát luxust űznek, rágnivaló dohányt vesznek rajta. Ezt nem áld a magas kormány, legfeljebb a katonák pipáiból kivert bagót engedik át nekik. Pedig hát ez a rab életének az egyedüli gyönyörűsége, a bagózás. Egy éjjel a közös kajütben heverészve azt mondta György a mentorának. Hallod-e, Pelárgus, nekem egy jó gondolatom van, ami neked is tetszeni fog. Mondd el, hercegem! Én már alig bírok magammal, hogy a szabadságért való küzdelmet megkezdhessem. Ha egy láncot hallok csörögni, a vér a fejembe tódul. Ha egy kivont kardot látok, átfutja minden porcikámat a hőség. Kedvem volna neki menni a zsarnokoknak és ízekre tépni őket. Ezek mind olyan indulatok, melyek a Rákóczi vérnek díszére válnak. Hát én azt főztem ki magamban azokon a csendes éjszakákon, amidőn az evezősök lánc csörgésétől nem bírtam elaludni, hogy egy éjjel mi ketten megrohanjuk ezeket a pipogyas trázsákat, levágjuk, beledobáljuk a tengerbe. Aztán leverjük a gályaraboknak a láncait, felfegyverezzük őket a katonáknak sorba rakott fegyvereivel, mikor azok alusznak, aztán felkoncoljuk a helyőrséget, elfoglaljuk a gályát, és azzal kitűzzük a szabadság zászlaját. Hercegem, ez tréfának nagyon komoly, komolynak nagyon bolond. Miért? Azért, mert ez a török szultán hajója. Ezek a török szultán katoná is, a török szultán a mi protektorunk és szövetségesünk. De ezek a gályarabok meg a mi hazánk fiai. Hát szabad a török szultánnak a magyarokat a gályához láncolni? Ki adott neki arra jogot? A hadi szerencse. Ezek itten hadifoglyok. Hadifoglyok? Hát ha a magyaroknak védnöke a szultán, hogy kerülnek a magyarok török hadifogságba? Ja, édes herceg, te ezt még nem érted? Ezek a magyarok labancok voltak. És mi? Mi pedig kurucok voltunk. Hát a kurucnak meg a labancnak egymást gyűlölni kell, bárha mind a kettő magyar is. Bizony gyűlölni kell. Mikor hadat jártunk, vágtuk egymást karddal, lőttük láncos golyóbissal. Ha megkaptuk, törvényt tartottunk a fejére, kivégeztük. Egymás városait porig hamvasztottuk. Ennek az a sorsa. No hát, az jó volt akkor, amikor hadat jártatok. De itt most nincsenek ellenséges felek, itt én nem látok mást, mint láncra vert rabszolgákat, akik zsarnokaiktól el vannak nyomva. És te már úgy beletüzeltél engem a rablánc törésbe, a zsarnokok elleni gyűlöletbe,
hogy ahol rabszolgákat hallok nyögni, láncot csörömpölni, mindjárt görcs száll a két karomba, hogy kikapjam a kardot a strázsájuk kezéből, s ketté hasítsam vele a fejét. Fogadj be egy kis filozófiát a kebledbe, hercegem, mert filozófia nélkül a világban nem lehet megélni. A rabszolgaság az egészen relatív dolog. Attól függ, hogy érzi a terhét az, akire rá van mérve, vagy nem érzi. Ezek a gályarabok itt már egészen hozzászoktak a maguk állapotjához. Többször beszélgettem velük, az őreiket megfizetve, és kikérdeztem őket a sorsuk iránt, ha nem kívánkoznak-e haza. Nem kívánkoznak. Ez a kesergő nóta csak egy régi emlék, amit eldanolnak, de nem éreznek többé. 20 éve már, hogy itt ülnek. Minek mennénk mi a hazánkba vissza? Feleségünk rég férjhez ment, gyerekeink elzüllöttek. Házunkat se találjuk a helyén, földeinken megosztoztak. Senki se ismerne ránk többet. Otthon koldulnunk kellene, vagy rabolnunk. Még több verést kapnánk, mint itt, és utoljára felakasztanának. Itt pedig összeszoktunk már, mind jó ismerősök vagyunk, senki nem szídja a másikat. Minden napra kijár bőségesen a magunk elesége. Azt nem veri el a jég. Ezeknek nem fáj a rabszolgaság, hozzászoktak. Talán hát jó néven se vennék, ha fel akarnám őket szabadítani. Sőt, bizonyosan elárulnának. Mert a megszokott rabszolgaság az embernek a lelkéből is szolgát csinál. Ellenben azok, akik otthon vannak, minden sérelemért nagyon érzékenyek. A hazájában lakó magyarnak az is rabszolgaság, ha idegen parancsol neki, nem kell oda korbács, elég az idegen szó. Annak rabszolgaság az, ha nem a saját bírája, nem az ország törvényei szerint ítél fölötte. A nemes magyarnak az is zsarnokság, ha törvénytelen adót vetnek ki, nem az ő nemesi portájára, hanem a jobbágya telkére. Felháborítja a lelkét, ha a házát megszámozzák, a telkét fölmérik. Vannak magyarok, akik a legkínosabb rabszolgaságnak tartják, ha a templomuk tornyára, a kakas helyébe keresztet tűznek ki, és inkább választják a gályarabságot, mint hogy a feszületet megcsókolják. Akiknek a börtön nem oly rettenetes, mintha a templomukba jezsuitát visznek misét mondani. És akik azért, hogy ezt a láthatatlan láncot, aminek a békója nem tör, a füzére nem csörög, letörjék a kezükről. Készek kardot fogni, életet, boldogságot, ősi vagyont feláldozni, felzendülni, táborba szállni. Azért, mert ők érzik ezt a rabságot, s mert érzik, joguk van attól megszabadulni. Ezek várnak te rád, mint megszabadítójukra. Érted már? Teljesen értem. A megszokott rabság tehát nem rabság. És az a békó, amit a láb visel, nem olyan nehéz, mint az, amit a lélek visel. De hát hadd kérdezzek tőled még egyet. Azt mondád, ezek a gályarabok, ezek a magyarok megszokták már a gályapadot, az evezőlapátot, mert 20 éve már, hogy itt ülnek. De hát vajon azok a magyarok, akik otthon húzzák az igát, nem szoktak-e éppen olyan jól ahhoz, mint ezek itten? Erre a kérdésére az ifjúnak nem tudott Pelárgus mit felelni. A választ erre a kétségre megkapta évek múlva a bátyja József. Bele is halt, amikor megkapta. A Mohabbet hajós kapitánya úgy látszott, hogy néma volt. Szavát nem lehetett hallani soha. Volt egy ezüst sípja, azzal szokott jelt adni. Egész a török partokig tudomás sem vett a két utazójáról. Szalonikinál horgonyt vetett a hajó, hogy élelmiszereket bevegyen. Itt a kormányzótól egy csausz jött ki a hajóhoz, aki a hajós kapitánynak egy levelet hozott, meg egy csomagot. Annak a levélnek az olvastára rögtön megnyílt a kapitánynak a szája. Maga sietett György kajütjébe, s a szelám után meghívta őt magához ebédre. Pelárgussal együtt. Györgyöt hercegnek címzi, s kísérőjét pedig Muteszerifnak.
Azután felbontá előttük a csomagot. Prémes díszkaftán övéskövekkel kirakott markolatú kard volt benne, melyeket előre küldött a nagyvezér György hercegnek megtisztelő ajándékul. Attól kezdve aztán a hajós kapitány nagyon beszédes lett egyszerre. Elmondta, hogy milyen parádéval készülnek a herceget fogadni Sztambulban. Mennyi fényes ajándék vár rá, egész palota, szép háremhölgyek, paripák. Tökéletes a diadalunk, mondá Pelárgus, amikor Györgyel egyedül maradt. Aztán egész az aranyszarv öbölig építék a szebbnél szebb felleg várakat. A rumini hisszárnál azonban ismét eléjük jött egy csónak, amely a hajós kapitánynak levelet hozott. Annak az olvastára aztán a kapitány megint kevés szavú lett, az a kevés szó abból állt, hogy a gyaur ifjúnak nem szabad Sztambulba belépni, és egyáltalán a Mohabetet elhagyni, hanem ugyanazzal a hajóval az apjához kell utaznia haladéktalanul Rodostóba. A Muteszerif kiszállhat és mehet amerre akar, de csak a kisázsiai parton. Az a kis véletlen történt időközben, hogy Pelárgus a Csausztól kitudta, hogy palota forradalom ütött ki. Az eddigi nagyvezírt, a becsületes mészárost letették és elküldték Szíriába kormányzónak, s helyébe emelték a szultán író diákját, aki egyúttal a padisah egyik leányát is nőül vette. Innen eredt a helyzet gyors megváltozása. Pelárgus kiszállt és előre sietett teveháton tudatni Rákóczi fia megérkeztét. György magára maradt a hajón, s volt módjában elmélkedéseket tartani a török díszkaftányok természete fölött, melyek hidegben nem tartanak meleget, melegben nem adnak hüsset. Díszpaloták, háremhölgyek, fellegvárak mind eltűntek a déli bábbal.